Néhol fél méteres magasságban hömpölygött a saras víz a keszthelyi utakon, a Csapás úton és alatta például az Esze Tamás utcában aknafedeleket is elmozdított az óriási víztömeg. Sok autós, nem törődve a veszéllyel, nagy sebességgel hajtott át az áron, ezzel még több vizet besodorva az épületekbe és udvarokba. A Fodor család is megsínylette az ítéletidőt. Mekkora víz tört be a házban? Hát körülbelül olyan 40 centis. 40 centis, az a sárga iszapos víz, most le van rakódva, körülbelül 5 centis iszap van az épületben, hát most azt megpróbáljuk kipucolni. A víz nem állt meg, a vásártéren tovább zúdult a legalacsonyabb pontok felé. A morzsa előtt örvényként ömlött a vízzel vezetőbe az ár, de hiába, a csatornák nem bírták ezt a terhelést. A heves esőzések állandó szenvedője a Zámor térsége. A Móra Ferenc, Apát, Csolnoki Jenő, Nyárfa utcákban szintén udvarokat, pincéket árasztott el a víz. Autók is elakadtak, padlólemezek, rendszámtáblák és dísztárcsák szakadtak le a gépjárművekről. A katasztrófa védelem Zala megyében rengeteg, megyeszerte mintegy 100 viharral összefüggő riasztást kapott vasárnap délután. A katasztrófa védelem honlapján található összesítés alapján Keszthely és Hévíz térségében 24 beavatkozása volt a tűzoltóknak. Így sok helyre csak később jutott el a segítség, a lakók sokáig csak magukra számíthattak. Körülbelül 2 óra óta egy felhőszakadás ért el bennünket, ami azóta is most már lassan 6 óra esik az eső, és senki ugye felénk nem nézett, hogy na emberek, kell-e segítség, homokzsák vagy valami, én is itt vagyok egyedül, senki meg nem kérdezte, jön föl, bugyog a víz, a szennyvíz, mit csinálunk holnap? Másnap délelőtt 10 óra magasságában kezdték meg a fertőtlenítést az Zámor térségében. Több csatornából ömlött ki a szennyvíz. A környezetbarát szerrel előbb az utakat és vízelvezető árkokat, később az udvarokat és zöld területeket fertőtlenítették le. Járási hivatal, kormányhivatal segítségével a fertőtlenítés folyik. Én azért vagyok itt, hogy ezt koordináljam, ugye nyilván a mi beavatkozásunknak köszönhetően pontos számadatokkal rendelkezünk területekről, hogy hol történt eset. És akkor ezt próbálják felszámolni, mint ahogy látjuk is ezzel az autóval viszonylag gyorsan megy. A fertőtlenítési munkákat a Zala megyei kormányhivatal illetékes szakemberei végzik. E munkálatok várhatóan néhány napig is elhúzódhatnak a további igénybejelentések függvényében.